Kint a nácos kávét iszik. Nem tudom, miért szomorítanak el ezek a poharak. Olyan, mintha már a nap legelején feladta volna. Akár a homlokára is varrathatná, hogy nincs pénzem Starbucksra. Azt hiszem, nagyon magányos kisfiú vagy. Istenem, igen! Magányos jó vagyok! Oh, maga lelkem mélyére állt! Ja, Istenem! Köszönöm. Köszönöm, Barbara. A te korodban én Londonban éltem, épp a bombázások után. Jézusom, hány éves az maga? Az egész környék romokban hevert. Kétségbe esetten kerestem a káoszban a szüleimet. Anyu, anyu, anya, anya, anyu, mami, 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 anyu, anya. Ezt ne. Mit ne? Tudja azt maga. Igaziból nem is így beszélek. Hát nem így, így beszélek. Az angol gentleman stílus csak affektálás. Egy védelmező páncél csupán egy ivás, hogy különlegesnek érezhessem magam. Hűha, megkönnyebbültem. Végre a saját hangomon beszélek, úgyhogy hogy nem próbálok valaki másnak hangzani. Ezt hogy érted? Hát ez a valódi hangom. Nem hallok különbséget. Na és most? Ezt most hallja? Ez sem hangzik máshogy. Migri. Na és ez? Következik ez a hang. Ahol én vagyok az. Én meg egy zsűrlény. Sajnálom, de mintha mind ugyanaz a személy lenne. Nem akarok olyan lenni, mint mások. Ezt hogy érted? Úgy, hogy nem akarok olyan lenni, mint a többi nulla ebben a porfészekben, mint a családom. Nem csinálom, nem leszek olyan, mint a többiek. Olyan akarok lenni, amilyen vagyok. Felsőbbrendű, zseniális, különleges. Istenem, mit is képzeltem? Nem emelem fel a fátlat. Soha, soha senki nem ismer meg igazán. Amúgy visszajött a régi hangom, drámai pillanat. Ha te mondod... Szűi, ide adnád a szívgyógyszeremet, kérlek. Persze. Habár egy valaki ismeri az igazi énemet, és az maga... Ezt nem értem. Miért nem adod ide a szívgyógyszeremet? Hát ezt most nem fog tetszeni. Kérlek, nincs sok idő. Szeretném, de igazán. Nagyon sokat segített, és ez most hálátlanságnak tűnik tőlem, de nem fogom odaadni. Azért, mert megvárattalak. Mert senki nem ismerheti a valódi énemet. Így meg kell halnia. Nem azért mondom, de van valami tippje, hogy meddig fog még vergődni? Nem tudom. Azt hiszem, mindenkinél más. Én csak azért kérdem, mert még mindig elég beszédes. Ne tedd ezt, Stewie! Sosem szabadulsz tőle! Hát ez van. Nekem ez sose volt nagy gond. Barbara! Barbara! Nem hallotta, hogy ebédelni ment? Nyikorgó székrugók és parketták egész zenekara kísérte. Sam! Nézd utolszor, öleld, utolszor kar, s te száj lehellett kapuja, ez igazi csókkal pecsételt örök alkum az uzsorás halállal. Macbeth? Romeo és Julia, de nem is várom el, hogy tudd, hiszen te nem vagy brit, egy... Kicsit se. Enyhült a bűntudat. Ne mozduljon, Moriarty professzor! Sherlock Holmes, miről ismert fel? Ha látok egy férfit, aki tengeri útra indul, de nem visel felöltőt, sem óraláncot, és nincs begombolva a kamáslia... És a korona ékszerek a fejemen? És a korona ékszerek a fején. Fegyül erre van! Vidász, Stewie! Holmes! A minden ide bosszantó! Watson! A joghurt! Au! A szerencsét a... szerencsének ehhez nincs köze! A szögből, ahogy a pisztolyt tartotta, kiszámítottam a golyó pályáját. Majd a trigonometria segítségével... Most hozzám beszél? Mert ő meghalt. Miért vonul vissza, Holmes? Vannak még megoldandó bűnügyek. Most, hogy Moriarty hallott, és maga, az életrajzíróm is itt hagy engem. Mi értelme? Ezt a papírkosárba dobom. Igen. Viszlát, nyomozó sapka. Így.
Constance! John! Ciao. Szelva. Mi az, Holmes? Sürgős üzenet Lestrade felügyelőtől, a Scotland Yardtól. A mindenségért. Gyilkosság történt, és segítséget kér. Jaj, milyen kínos ez. Hát, aki tudom ásni a sapkámat a szemétből. Jöjjön, Watson, kázusunk akadt. Kázusunk? Ügyünk, esetünk. Hát akkor miért nem ezt mondja? Úgy látom, a gyilkos régi ellenségünk, a vérskót. De hiszen ő börtönben van. Magam juttattam oda egy éve. Mindazonáltal a nyomok rávallanak. Minden áldozata V-vel kezdődő nevű prostituált volt. Ezt itt Veronikának hívták, a nevét viselő szatén softball jackiből ítélve. Maga miért van itt? Megredbonoltam egy Camber Beach-et. Elterelték a figyelmemet. Londonban sok a patkány. A magái? Watson, nem is tudom, hogy mondjam el. De a gyilkos, akit keresünk, a menyasszonya, Constance! Hazugság, csak féltékeny! Menjünk el hozzá, és megmutatom! Áó! Bocsánat, mára volt kérve a kormolás. Jöjjek vissza később. Talán igen, majd máskor. Jó van, kihúzom! Jó, de finoman! Befelé is nagyon fájt! Áó! Az én szeretett Constance-om a gyilkos. Ez rosszabb, mint hinni. Hogyha gyilkos ebben a korszakban, akkor egy nap írni fognak róla egy iszonyatos musicalt. Itt áll előttünk Constance, a főkötös mészáros. A főkötös mészáros. Ó, tévedtem, isteni! Hát akkor irány Franciaország. Ott is, a szerelem városa. Hogy mondja? Így hívják. Párizs a szerelem városa. Ó, ez esetben átöltözöm. Külön szobában aludjunk, hogy jobban elférjünk. Kedves a helyiektől, hogy beállnak sorompónak. De hogy találjuk meg Constance-t, a világ egyik legnagyobb... Ott van! Gyorsan utána! Most néhány snitten át üldöznünk kell, miközben az előnye egyre változik. Erre a furcsa épületre mehetett fel. Mi ez? A vadonatúj Eiffel-torony. Siessünk, mert még... Várjon. Azt hiszem, beleugrottunk egy családi képbe. Constance! Depardieu! Leromboltam a bűnös birodalmát, és ön bosszúra vágyott. Nem kaphatja el, amit nem lát. Egy rejtély még maradt. Miért hívják önt professzornak? Roxfordban tanítok. Tényleg? Nem, de azt kellett volna megcsinálnunk. Basszus ismerősök, tudjátok mi jön? Adományozunk, nem vásárolunk. Valamit csak vissza kell adnunk a közösségnek. Ki tudná dobni az egész tóztasikkát torba, ott fogok várni. Veteránnak adom ki magam. Mi? Igen, tök jó. Azoknak bejön az élet. Nem látni hajléktalan veteránt. És az emberek is kedvesek, mindig kinyitják nekem az ajtót. Jó napot, uram. Köszönöm. Na szóval, ha nagyon dagadt vevő jön, mind a két szárnyat ki kell nyitni, rendben? Ti is lehettek veteránok! Nézzétek, felteszem a napszemcsót! Nekem is! Veteránnak lenni hangos! Mi a rákbajotok van? Az megvan, hogy én tényleg veterán vagyok, és már a gondolattól is hányok, hogy ezért előnyöket fogadjak el. De ti pláne kamusztok is! És ha azt mondom, hogy a te szemcsid a Playing with the Boys-t játsza? A röpis jelenetet? Rajta, próbáld ki!
tiszta, mintha én pacsiznék Anthony Edwards-szal. És ugye, én nem is hazudok. Na, azért mondom, még egy kört nekem meg a veteránoknak. A Welcheri tönök megszegték a lopott dicsőség törvényt, amiért több évi börtön jár. Kellett volna ügyvéd is. De komikusi szolgálatukra tekintettel alkut ajánlok önöknek. Miféle alkut? Ejtem a vádat, de csak is azzal a feltétellel, hogy tényleg belépnek a seregbe. Pontosabban a tengerész gyalogsághoz. Jézusom, hát meg is halhatunk, kérem, ne! Na és a partiőrség? Jó, az jöhet. Úgy látom, maguk alkalmasak. Tegyék fel a kezüket, és mondom a parti esküt. Hogyha itt vagy, családtag vagy. Ez nem egy reklámban. Mi előbb mondtuk. De ez a parti őrség úgy, ahogy van, amatőr, és nem ért semmihez. Mint egy ókori római gyakornok. Ő itt, Markus, ma van az első napja. Ő lesz az, aki most téged keresztre feszít. Esetleg például kalapáccsal. Jaj, bocsánat, olyan béna vagyok. Jogi, tök jól csinálod. Srácok! Nem érünk rá, Aquamennel dubálunk. Mondom, hogy nem Aquaman vagyok, hanem Namor a torpedó. És te mit tudsz? Amit Aquaman is tud, csak nem irányítom a halakat. De hát az a lényeg. Nem ez minden, amit Aquaman tud? Nem. Lélegezni is tud a víz alatt, meg erős is, mint én. De a víz alatt mindenki erős, nem? Nem, nem, nem annyira, mint én. Én egy nagyon nagy polipot is elütök bazi messzire. Szevasztok! Hé, Aquaman! Csináltas valamit egy hallal? Jaj, gyerekek, hát nem is tudom. Azt hiszem, csinálhatok valami ilyet. Hú, a minden itt! Egy igazi szuperhős! De nekem szárnyam van a lábamon! Vége van, vége van. De hát mit tehetünk? Csak Kegmeier volt köztünk igazi katona. Igaz. Nélküle olyan használhatatlanok vagyunk, mint az automata mosdó. Hop! 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 Esít ez a női mosdó! Hopp! Jó, jól mondja! Nekünk kell cselekednünk, mert a parti őrségnél vagyunk, és ha itt vagy, családtag vagy! Baromi sós volt a kaja. Ez reménytelen, sosem találjuk ki, mi a célpontjuk. Indul a készen állunk a támadásra, igen, és sokan fognak meghalni hajótúra. Na jó, itt azért valami gyanús neked. Indulás! Ne, srácok, gyalog, nem érünk oda! El kell lopnunk a kölyök jetskijét. Peter, itt van a hajó, simán elérjük. Csak így sikerülhet! Peter, nézz ide, mi felszálltunk a hajóra, annyira közel van. Sikerült! Csak jetskizni akartam. Senki nem mozduljon! Ez itt a parti őrség! És ha itt vagy, családtag vagy! Ó, de ki fogunk nyúlni! Megállj! Ha? Kegmeier, visszajöttél! Vissza hát, mert a parti őrségnél vagyok. És ha itt vagyok... Ne, ki ne mond! Sikerült! Vége van! Hála neked! Kösz, hogy megmentettél, Kegmeier! Á, csak tettem a dolgomat. Úgy, ahogy ti is. Szép volt, katona! A lényeg, hogy senkinek nem lett semmi baja. Hála a parti őrségnek, mert ha itt vagy... Nem vagyok hajlandó visszamenni abba az étterembe. Mégis honnan volt neked pénzed erre? Oké, elmondom, de egy feltétellel. Jó, akkor mindegy. Befektettem a tőzsdén. Még hogy a tőzsdén? Ó, mit tudsz te arról egyáltalán? Egyszerű. A trendeknek megfelelően fektetek be. Például több az 50 fölötti egyedülálló, mint valaha. Úgyhogy pisztolyba és sötétítő redőnybe fektetek. Nyilvánvaló, hogy nem akarnak részei lenni a társadalomnak.
Szerintem a tőzsde egy cinkelt játék, ahol a felső 1% gennyesre keresi magát, mások meg tönkre mennek. Ezt most egy súgógépről olvasod? Nem. Behalt a súgógép, most mi legyen? Brian, impro! Szép napunk van a Rhode Islandi kohóban. Ezért ő a legjobb. Jaj, már alig várom azt a meccset. Megnézzük a fiúkkal a kagylóban. Peter, aznap a szüleimmel vacsorázunk. Anyám születésnapja van, muszáj ott lenned. Lois, ha most elengedsz, elmegyek helyetted meg balett fellépésére. Jó. Nem mentem el a fellépésre. Taníts meg befektetni. Jó, de már most látom, hogy sok munka lesz benne. Úgyhogy cserébe tanítsd meg nekem a karatornát, a torna és a karate keverékét. Nem, Stewie. Azt nem lehet. Túl veszélyes. Megesküdtem, hogy többé nem tanítok. Brian, egy 22 éves mongol örökös nőt fogva tartanak egy hegyi erdőben, ahol történetesen áll egy tornaló. Nincs más megoldás.